Mindannyian rendelkezünk bizonyos alapértékrendekkel, normákkal, amelyeket egyrészt hoztunk a gyerekkorunkból, a szüleinktől, a nevelőinktől, aztán láttuk a kortárs csoportjainknál, és sajnos benne van az is, hogy milyen genetikai hátterünk van, hiszen egy kicsapongó férfi valószínűleg olyan erős birtoklási vágyal, vadászattal rendelkezik, amelyet csak parancsra, kérése nem fog tudni megváltoztatni. Nagyon sokszor kapom azt levelekben, vagy személyes megkeresésekben, hogy hogyan lehet megváltoztatni a másikat. Ilyenkor egyértelműen kirajzolódik, hogy kényszerből nem fog senki sem változni, és mi magunk nem tudunk mást megváltoztatni. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy az a másik ember változni fog, hogyha ő dönt így és akar változni. Sajnos nagyon sok nő egy álomvilágban él, még akkor is, hogyha tudja, hogy a társa kicsapongó életet él, vagy rendszeresen megcsalja, hogy majd lesz egy pont, amikor megváltozik. Azt kell, hogy lássuk, hogy egy férfi, hogyha húzamosabb ideig így viselkedik, akkor nagyon kicsi az esély, hogy valamilyen kényszer hatására megváltoztatja az életét. Ez a mi döntésünk, ha mi így döntünk, hogy ilyen társ mellett szeretnénk élni, akkor lássuk a saját döntésünket, és fogadjuk el ezt így. Amennyiben az együttélésünk során kirajzolódik, hogy nekünk ez folyamatos fájdalmat okoz, és az egész hétköznapi életünket megmérgezi, akkor legyen bátorságunk, és döntsünk úgy, hogy nem egy ilyen társ mellett szeretnénk létezni, és vállaljuk fel, hogy új életet kezdünk egy más típusú férfi mellett.